Kedves nézőink, azt tudjuk, hogy egész szervezetünket valahogy egybe kell vizsgálnunk ahhoz, hogy jól legyünk. Bizony az egész szervezetünkre kihat, hogy milyen a mentális állapotunk, és van egy ilyen blogsorozatunk, hogy korszerű mentális leképezések, és ismét nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Bünzó Juditot, aki mentális tanácsadó. És bizony ahhoz, hogy majd mi is komplexen lássuk, hogy miről szól itt a dolog, én arra kérném, hogy nézzük meg röviden, megismételve, hogy hogyan is kezdtük mi a felmérést egy-egy embernél. Üdvözlöm a kedves nézőket! Én energetikai állapotfelméréssel foglalkozom, amit már párszor bemutattam, mi ezt biofizikai egészségállapotfelmérésnek nevezzük, ahol az egész emberi szervezet energetikai állapotát mérjük és elemezzük, és mindez sejtszinten tesszük. Tehát például, hogyha a készülék méri a gyomort például, akkor méri ugye a hozzátartozó gyomor mirigyek működését is, vagy a gyomor falnak a működését, tehát így szépen sejtszinten elemzi. És ezt mondtuk, hogy ez ráadásul egy csúcstechnológiás készülék, ami talán az egyik legjobb az országban. Igen, vagyis úgy fejezném ki, hogy a legjobbak között vagyunk. De ez csak egy része annak, hogy megismerjük az embert. Mit kell még tudnunk róla? Hát igen, én foglalkozom aura fotózással is, ahol a testünket körülvevő energiamezőket tudjuk fényképezni, és utána elemezni, mert egy ilyen energiamező, tehát burok vesz minket körül, különböző színei vannak, és ezek a színek nagyon sokat árulkodnak arról, hogy milyen jelenleg ugye a lelki állapotom, illetve a csakrák mérete, színe elárul nagyon sok mindent az egészségi állapotomról is. Ezt a kettőt nagyon szívesen ötvözöm, mert ugye egyszer látjuk, tehát látja a kliens, hogy hogy néz ki kívülről az energiamezője, és akkor hogyan néznek ki ugye a szervei, illetve a szervezete energetikailag. És ez is nagyon meglepő eredményeket szokott hozni. És akkor most jöjjön a meglepetés, hiszen egy új minőségében köszönhetjük vendégemet, Bünzó Juditot, a Theta Healing konzulensi szint következik. Mit jelent ez? Ez egy nagyon gyors meditációs technikát jelent, ahol az embereknek lelki szinten tudok segíteni, tehát aki eddig még erről ugye nem hallott, Theta Healing, lelki szinten segítünk abban, hogy a problémánknak a gyökerét megtaláljuk, és nagyon gyorsan felismerjük, és megoldjuk. Tehát ez egy gyors technika a megoldásért. Hogy képzeljük ezt el, mert a szó talán számunkra ismeretlen, a téta, hallottunk talán téta állapotról, de ez olyan futurisztikusnak tűnik. Igen, tehát mélyen a tudatalattiba megyünk le, tehát tükrözi is ugye a téta szó. Itt mindig a konzulens, tehát én vagyok az, aki téta állapotba lemegy. Elég, hogyha én teremtem meg ezt a téta mezőt, így szoktuk nevezni. Azáltal már a kliensem is bekerül ebbe a téta állapotba. Egy mély tudatalatti állapotról van szó, ahol beszélgetünk, felteszem a kérdéseket, és így nagyon szépen a kliens megválaszolja tudatalattiából, hogy honnan származnak az ő félelmei. Tehát nagyon sokszor itt a félelmeket dolgozzuk fel, vagy amit nem tudunk megengedni magunknak, sokszor ugye a boldogságot nem tudjuk beengedni az életünkbe, a szeretetet, tehát valaki vágyik egy társkapcsolatra, de mégsem sikerül, meg kell keresni ugye a gyökerét, vagy mostanság a legnagyobb probléma, hogy valaki szeretne ugye bőségben élni, bőséget bevonzani az életébe, de nem tud, mert az állandó szegénységre van programozva. Tehát leblokkolja magát? Hát igen, ilyenkor kell ugye elemezni, hogy honnan jön, tehát a probléma, tehát hol a problémának a gyökere, tehát ebben segítünk. És akkor őszintébbek vagyunk? Tehát jobban megismerhet belsőleg minket? Igen, tehát ebben a téta állapotban nagyon szép
ilyen gyönyörű energiamező teremtődik, ahol nagyon szépen meg tudnak nyílni a kliensek, tehát beengedik ezt az energiát, igen. És tulajdonképpen ez is a sorrend, hogy először jön a csúcstechnológiás készülék, megismer minket, jön az aurafotó, és azután jön ez a téta állapotos beavatkozás? Mindenki szabadon választhat, tehát van, aki tényleg csak aurafotózásra jön, van, aki csak az állapotfelmérés érdekel, valaki természetesen csak egy theta healing érdekel, de van, aki mindegyiket alkalmazza, valakit mindegyik nagyon beleköt. Természetesen, hogyha valakinek mindegyikre szüksége van, akkor ott kezdjük, hogy először állapotfelmérés, van is rá nem egyszer példa, hogy azért jön az illető most már konkrétan hozzám, mióta tudják, hogy holisztikus állapotfelmérésről is van szó, mert szeretné tudni, hogy a panaszát most a lelki állapota okozza, vagy pedig tényleg van esetleg valami hormonális elváltozás, és ez ilyenkor nagyon szépen meg szokott születni ez az eredmény, hogy fizikailag teljesen rendben van az illető, gép ki is írja, hogy mi a lelki stressz, és akkor bele tudunk menni ugye egy ilyen konzultációval gyönyörű szépen a problémákba. Hát kedves Judit, először is gratulálunk akkor ehhez a szinthez, és önöknek pedig sikerült megint valami újdonságot mutatni, úgyhogy aki úgy érzi, próbálja ki ezt a módszert is.